Apátfalva 2020-ban több mint 120 millió forint értékben pályázott kistérségi start mintaprogramokra. Ezek a községben közel 100 helyi lakos megélhetését biztosítják, akik utcaelemek, térkövek és briket gyártásával foglalkoznak, varrodában dolgoznak, fóliasátrakban paradicsomot és paprikát, 9 hektáron pedig gabonanövényeket, főleg kukoricát, búzát és árpát termesztenek. Emellett állattartással is foglalkoznak, 2400 baromfi, 50 sertés és ugyanennyi juh alkotja az állomány. Egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően 15 millió forintból három utcában összesen 800 méternyi járdát tudtak felújítani 2020-ban. Erre a jövőben is szeretnének forrást elnyerni, az elmúlt években már összesen 10 kilométernyi járda épült Apátfalván. Szekeres Ferenc polgármester egy több települést érintő nagy volumenű projektről is beszámolt televíziónknak. 2020. november 6-án bezárult az árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízvíz történő kiépítése az alsó Tiszán elnevezési projekt, amely ugye Apátfalva, Paks, Szentes és Vincenti-Szegvár településeket érintette 12 milliárd forint összegben. Apátfalvát a beruházás több fejlesztése kb. Másfél milliárd forint összegben érintette. Itt a Sámson-Apátfalvi főcsatorna torkolati szelvényébe ugye 1965-ben beépített torkolati műtárgyat elbontották, helyére új árvízkapu épült. Az új műtárgy funkciója a főcsatorna vizének a marosi töltésen való átvezetése, illetve a maroson érkező nagyobb árhullámok kizárása. 40 millió forintból tudták modernizálni az óvodai főzőkonyhájukat, ahol naponta több mint 200 adag ebédet készítenek, és az óvodások étkeztetésén felül a szociális étkeztetési feladatokat is ellátják. Burkolási és festési munkákat végeztek, fejlesztették a villamos energetikai rendszert, és új eszközöket is be tudtak szerezni. A Magyar Falu programon belül 25 milliós forrásból 610 méter hosszúságban teljes felületű aszfaltozási munkákat tudtak végezni, de települési fásítási programba is kezdtek. 5 éve belül 1000 facsemetét szeretnének elültetni, az első 200 darab novemberben már meg is érkezett. A pandémia természetesen itt is éreztette hatását, az oktatási nevelési intézmények közül a bölcsödét kellett egy időre bezárni, de a család és gyermekjóléti szolgálat munkatársai, valamint az idősek napközi otthonának dolgozói jól vették az akadályokat. Szekeres Ferenc a 2021-es tervekről is beszélt. Vannak olyan pályázatok, például a belügyminisztérium önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések támogatásból nyertünk, a közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastruktúrás fejlesztésére több mint 26 millió forintot, itt a pályázat lehetőséget nyújtja, de a tetők cseréjére, az épület hőszigetelésére, egyéb rekonstrukciókra, illetve eszközbeszerzésre is. Itt a kivitelezés már folyamatban van. Tehát azt gondolom, hogy ez tavasszal be is fejeződik. A Magyar Falu Program sikeres pályázatának köszönhetően 12 millió forintból fejlesztjük a polgármesteri hivatal informatika és telekommunikációs hálózatát, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközöket is beszerezzük. Emellett újrapályáztak a Start mintaprogramra is 87 fővel. A polgármester elmondta, hálásak a magyar kormány és Lázár János országgyűlési képviselő sokrétű támogatásáért, és bíznak a sikeres együttműködés folytatásában.